Napelemes rendszert építenek a Dunaújvárosi Főiskolán. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően volt lehetőség a napelemek telepítésére. Budai János üzemeltetési koordinátor elmondta, a pályázat teljes összege 191 millió forint, amelyből a főiskola 21 millió forintos saját forrást biztosított. A munkálatok tavasszal kezdődtek az előkészítés folyamatával. Március hónapban kezdődtek a munkálatok, igazából ez az előkészítés szakaszával indult a Folyamat. Ugye kiviteli tervet kellett készíteni, szakhatósági engedélyezésen ment át a kivitelezés, és tehát a fizikai feladatok gyakorlatilag 2015. augusztus hónapban indultak meg. Váratlan október elején fogunk műszaki átadását vételt produkálni. Az üzemeltetési koordinátor szerint energiagazdálkodás szempontjából a rendszer kiépítése körülbelül 15 és 20 százalék közötti megtakarítást jelent a továbbiakban az intézménynek. A napelemek két épület energiaellátását biztosítják. Összesen 905 darab panelt helyeztettünk el, ebből 270 darab került az M1-es épületre a többi pedig az áépület tető szakaszára került felhelyezésre. A munkálatok várhatóan október elején befejeződnek. Budai János hozzátette, a jövőben továbbra is folyamatosan figyelik az energia racionalizálásra vonatkozó pályázati lehetőségeket, hiszen mindenki érdeke az energia észterű felhasználása.